hiszen ezt most fésültem. Most mind a kettő úgy vedlik, mint a franc. Én igen, de nem emlékszem. Ezért kérdeztem. Jó, vissza kell mennem. Köszönöm.
Remélem, jó fog tudva. Jó, nagyon jó. Na, ez is került egyébként. Nem, három van ennek. Minden nap jártam vele, minden áldott nap. Ó, miért van? Minden nap. Tehát... Hóba, esőbe, minden nap. Itt voltam, így egységem. Nagyon jó, liberál. Nem engedek. Nem megmondták a fényt, sok film gondolta ezt, de... Á, értem. Melyik jó a számítás a legtöbbnek? Ez pont oké. Nem annyira. Tudom, de ilyen.
Mi? Most már nem. Tájékoztatásként szeretném elmondani, hogy akik a pályán vannak és megcsinálják a munkájukat, utána ebédelnénk 12 órától, be fogom mondani az ebéd időpontját, amikortól lehet majd menni oda, és ebédidő után kezdünk az IPO 1 őrzővédő munkákkal. Köszönöm szépen! Nagyon jó. Nem hallom a hangot, nagyon jó.
Nagyon szép munka. Én igényem egy szelet kielégítem. De pedig tudtam, hogy ebben a számány tárnyék lesz. Mindjárt meglátjuk. Köszi. Kedves sportársak, először is Halomi Dóra kondőrvölgyi Anka nevű Malinois kutyáját értékelném. Egy nagyon fegyelmezett, nagyon harmonikus páros, de nem hallgathatom el, hogy ennél még felszabadultabb, jobb kedvű, kicsit időnként túlfeszült a kutya, és a kutya a bejöveteleknél egy kicsit az aportoknál lehetne lendületesebb. Részleteiben szabadon követés, figyelmes a kutya, mint mondottam, lehetne felszabadultabb, szép párhuzamosan megy a vezetőinél, dicséretes a balra át exakt fordulata, minősítése nagyon jó, menet közben ültetésnél, fektetésnél, állításnál, illetve az előreküldés levezetés szakaszában ugyanezeket tudom elmondani. A menet közben ültetésnél a kutya azonnal reagál, egy kicsit figyelmesebb lehetne, minősítése még kitűnő. Futás közben fektetésnél a feküdj hangjára azonnal reagál, de a fekvésnek gyorsabbnak kell lennie, és a beérkezésnél még gyorsabb kell legyen a vége. Egy kicsit feldénül láb mellett, minősítése nálam még nagyon jó. Futás közben állításnál ugyanezt tudom elmondani, a reakcióidő megvan, de egy kicsit stabilabban kell megállnia. A bejövetel vége kicsit még lendületesebb kell legyen nálam, ez még nagyon jó. Aportozás a sík talajon, stabil az alapállásban, jó a tempó, jó a felvétel, visszafele még gyorsabban kell jönnie, de hát a kiskutyának ez a 2 kilós aportfa természetesen nem könnyű. Nagyon szép a lábhozülése, minősítése magas, jó. Aporthozása akadályon át, alapállásban figyelmes, stabil, jó a tempója, oda-vissza nem érinti az akadályt, a vezetősz közeletben még lendületesebben kell beérkeznie, nagyon jó. Aportozás a ferdepalánkon, ugyanezeket tudom elmondani, ugyanez a minősítés. Előreküldés fektetéssel jó tempóban határozottan megy a kívánt irányba, a feküdj hangjára azonnal reagál kitűnő, helybemaradás stabilan, nyugodtan fekszik a kitűnő, mindösszesen kettőnk átlagában 91,5 pont. Páli Dalma és Enox von der Jason nevű német jász kutyájának a teljesítményéről szintén sok jót lehet elmondani néhány apró hibával. A kutya nagyon felszabadult, nagyon figyelmes, nagyon energikus végig. Ezt időnként egy kicsit túlzásba is viszi, mert egy kicsit néha akadályozza a vezetőt, meg néha ferde is, és a futás közben hajlamos a felfelugrálásra. Ennek ellenére a csoportban még felszabadultabb kell egy ilyen minősítése még nagyon jó. Menet közben ültetésnél a kutya, illetve a felvezetési szakaszokra, a pózos gyakorlatoknál, előreküldésnél hasonlót láttam. Az ültetésre a kutya
kutya azonnal reagál, stabilan figyeli a vezetőit, kitűnő futás közben fektetésnél a kutya azonnal reagál, de a fekvés gyorsabb kell legyen, a behívás után a lábhozkelésnél még párhuzamosabban kerülni a vezető mellé, minősítése nagyon jó, futás közben állításnál szintén még gyorsabban kell reagálni, és itt is párhuzamosabb kell legyen a melléülése, ez is nagyon jó, apportozás síktalajon, alapállásban egy kicsit ferde és elörül a kutya, itt nyugodtabbnak is kell lennie, jó tempóban megy ki, jó a felvétel, az apportfát stabilabban kell tartani, egy kicsit távolul a vezetőjétől, minősítés jó, apporthozás akadályon át, most oda-vissza érinti az akadály, minősítése jó, ferde palánkon át, alapállásban stabil, jó a tempó, jó a felvétel, itt is visszafele, még lendületesebben kell beérkeznie, és az apportfát stabilabban kell tartani a felhívó vezető figyelmét a 3 másodperc betartására, minősítése magas, jó, előreküldés fektetéssel a felvezető 21 lépés ment a kutyával, jó tempóban, hogy határozottan megy a kívánt irányba, a feküdj hangjára azonnal reagál, de a fekvésnek gyorsabbnak kell lennie, a minősítése magas, jó, helymaradás figyelem elvonással nem emeltem kifogást, mindösszesen a mai napon kettőnk átlagában 89,5 pont, köszönöm. Ja, bocsánat.